Vendégünk volt Rádió Gaga Interjú. Bevalom derekasan, én a múzeumok éjszakáját nagyon tudom szeretni, kicsit olyan, mintha nem tudom, Jumanji-t játszanánk, és egy kicsit ilyen hangulatot fog idézni az idei kiadása is. Köszöntöm a stúdióban csupa szeretettel Bordás Beátát, az Erdélyi Művészeti Központ vezetőjét, illetve Barta Zongát, a Székely Nemzeti Múzeum múzeum pedagógusát. Szevasztok, köszi, hogy hozzánk. Szia, ja, mi is köszönjük a meghívást. Nem véletlen, hogy a múzeumok éjszakáját hozom szóba, hiszen ez az apropó, ugye, ami kapcsán beszélgetünk, és egész konkrétan azon a nagyon vagány eseménysor program sorozat, amivel készültök ti. Így most első körben rád nézek, lévén, hogy itt zene alatt elbeszéltük, nem egy hadititok, hogy 18. esztendeje, hogy a múzeum nagyon aktívan részt vállal egy ilyen eseménysorban, hogy múzeumok éjszakája. Mivel telt ez az elmúlt 18 év, és egyáltalán hogy látod, mennyire van értelme szervezni ilyen eseményeket? Szerintem ennek van az egyik legnagyobb értelme a közönség kapcsolat szempontjából azért is szervezük 18 éve, mert évről évre egyre többen jönnek és érdeklődnek, mert ez az az egyetlen nap a múzeum életében, amikor egyrészt este lehet látogatni, uh -huh. másrészt csupa jó program, nem föltétlenül komoly, hanem egy kicsit rendhagyó, meghívunk mindig újabb arcokat, mindig van zene, van gyerekeknek foglalkozás, tehát egy kicsit kivisszük a, a, a komfortzónából az intézményt, uh -huh. és nem első alkalom, hogy Sulunk. Egyébként 2015-ben a Mikes-Kelemen Egyesülettel már volt egy ilyen kezdeményezés, ami nagyon-nagyon sikeres volt, hogy végigjártuk az összes intézményt Szent Györgyön, ahol kiállító terek vannak, de nagy örömünkre már ez a többedik alkalom, hogy a emükkel és a Magma Kortás közösen hárman szervezzük, úgyhogy ez egy szuper este lesz. Ja, én ebben biztos vagyok, mert hát milyen jó, hogy te magad hozott szó, vagy valóban itt egy ilyen triumvirátusról van szó, hogyha szabad így fogalmazni. Épp akartam kérdezni tőled is be, hogy től, ugye az Erdély Művészeti Központtal nem ez az első alkalom, hogy csatlakoztak a történethez. Mivel tud ehhez az intézményhez hozzájárulni az, hogy mondjuk egy kicsit fogyasztóbb ember közelibbé váljon, mennyire tudtok becsalni ilyenkor így embereket, akár hosszabb távon gondolkodva? A két évvel ezelőtti múzeumok éjszakája az például nagyon jól sikerült, sokan voltak, a koncertre is sokan voltak kíváncsiak, illetve a műhelyfoglalkozásokra is. És, és hát a tavaly egy kicsit kisebb volt a látogatottságunk, szerintem részben azért is, már akkor nyitott újra a múzeum, és akkor így mindenki inkább arra volt kíváncsi. Idén viszont én nagyon remélem, hogy a felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt szóló foglalkozások, meg Louis Azán és a Jazz Part Trio koncertje, vagy pedig Benedek Ágnes a színművésznek a tárlatvezetése. Ezek mind olyan programok, amelyek a, a szélesebb közönséget is megszólítják, és hát tényleg nem kell félni, ezt többször kérdezik, hogy hát én nem értek a művészethez, akkor miért <laughs> jöjjek el ide? Hát Pont erről szól, ahogy Zonga is említette, hogy lehet jönni gyerekekkel, lehet jönni idősekkel, családosan, és, és többféle foglalkozás zajlik egy időben, ami ami nem csak a művészethez oly nagyon értőket tudja. Um tudja élményekkel gazdagítani. Továbbra is a múzeumok éjszakája apropóján beszélgetek Barta Zongával, a Székely Nemzeti Múzeum múzeumpedagógusával, pedagógusával, illetve Bordás Beátával, az Erdély Művészeti Központ vezetőjével. És bár az előző megszólalásban ugye egy gondolat erejéig azért a programból néhány ingyenség már elhangzott, én azért örülnék, ha egy picit részleteznénk, hogy konkrétan mire is számíthatunk akkor ezen a hétvégén. Be a téged kérdezlek első körben. Rendben. Az fontos hangsúlyozni, hogy a, hárman, a három intézmény közösen szervezte ezt a múzeumok éjszakáját, és hát igyekeztünk úgy uh, kialakítani a, a programpontokat, hogy mondjuk ne fedjék egymást. Így um, nálunk a zemükben hat órától lesz egy tárlatvezetés, amelyet Benedek Ágnes színművész fog tartani, és hát ezek az alkalmak általában nagyon izgalmasak, például Pál Fitibor is tartott már a tárlatvezetést, és hát nagyon jó hangulatban zajlott, és hát mindig érdekes megnézni, hogy egy más típusú művészetet uh, művelő ember hogyan reagál a festményekre, és a kiállított uh, alkotásokra. A, uh, utána 7 órától este fél tízig különböző műhely foglalkozások lesznek, amelyekben felnőttek, gyerekek egyaránt bekapcsolódhatnak, és hát végül is a, elsősorban a kézügyességüket a, meg a, meg a művészi ötleteiket fogja próbára tenni, például a gélprint készítés is lesz, mini nyomda, illetve lesz egy csendéletrendezés, ahova akár saját tárgyakat is lehet hozni, és akkor ezeket a csendéleteket le lehet fotózni. A gyerekfoglalkozás is lesz egy kisebb korosztály számára, és, és akkor utána pedig este 10 órától lesz a Louis Zán és a Jazz Part a koncertje, és utána pedig átvonulunk majd a múzeumba, ugyanis ott fog zárulni az egész eseménysor. Mielőtt esetleg még a múzeum programjaira rátérnénk, azt megemlíteném, hogy a magmában előtte egy nappal, tehát pénteken nyílik egy kiállítás, beszámolók egy túlságosan zajos magányról címmel, amely egy ilyen rettenesen izgalmas témát dolgoz fel. A Marosvásárhelyi Mamű, illetve a Nagyváradi 30 ös csoport tagjainak, a művészcsoport tagjainak a megfigyelési dossziéból indul ki ez a kiállítás, és akkor ezeket a művészeket a 70-es, 80-as években alkotó alkotó progresszív művészeknek a, a megfigyelési aktáiból is lesznek részletek, illetve az ő alkotásaikat is meg lehet szemlélni, és hát ehhez a kiállításhoz kapcsolódóan lesz interaktív műhelyfoglalkozás, 6 órától, ha jól emlékszem, 6 órától fél tízig, illetve kilenctől lesz egy kurátori tárlatvezetés, ez román nyelven, úgyhogy végül is a román nyelvű közönség is bekapcsolódhat. Abszolút, abszolút rendben van. És milyen jó, annyi vagány dolgot felsoroltál így akár a magatok, akár a magma részéről, hogy csak ki kapkodja az ember járni a fejét, hogy hová is jusson el, hogy érdemben mindent is ki tudjanak tenni. Milyen helyzet a Székely Nemzeti Múzeumban mindeközben? Mi elsősorban szeretnénk egy kicsit a kiállításainkat, az újakat közelebb hozni a látogatóinkhoz, mert tavaly októberben nyitottuk meg, de tulajdonképpen még nem volt ilyen plénumban tálalva. Elsősorban, 8, vagy a 18 órától, bocsánat, 6 órától várjuk a gyerekeket az amfiteátrumba, a gyönyörű szép új muzeumbkertbe, a Kőleves színházi ja, produkcióra, a Zenés Színházba a gyerekeket, a Gulácsi Zsuzsanna és Dávid Péter közös vagány gyerekeknek szóló uh, előadására, mm -hmm. és utána óránként tárlatvezetéseket szerveztünk, uh, illetve előadásokat. 7 uh, órától, 19 órától pénzes lórán történész fog vezetni az új kiállításban. Mi is azt szerettük volna, hogy egy úgy nézőpont ne az a Na kollégánk, nő. aki a kurátor, nyilvánvalóan ő is ott lesz és segít, de hogy, hogy egy olyan ember, aki gyerekekkel foglalkozik, tehát ide várjuk a gyerekeket is. Egy nagyon izgalmas interaktív kiállítás, 20 órától József Álmos tanár úr fog előadást tartani, oh, Szent György régi képeiből. Te egy kicsit részletezett, hogy pontosan ez miről fog szólni. Oda csatolnék, hogy miért ő, és miért ez a téma. Az első nagyobb ívű időszakos kiállításunk a Szentendre és Kanzenből érkezett, nagyon-nagyon érdekes, egy Vánstok Ernő nevű fantasztikus szemű fotósnak a munkáit lehet látni két nagy teremben. A kis magyar világot fényképezte ő a 40-44 közötti kis magyar világot, a többek között Sepsi is, de a közeli városok, a turista helyeket, és ezekhez a fotókhoz csatoltuk József Ámos tanár úr előadását, hiszen köztudott Vájstok is nagy képeslapkészítő volt, nagyon híres, és a tanár úr is nagy képeslapgyűjtő. Úgyhogy e témában kapcsolódik ez a két fotós ember. Uh, illetve ehhez a témához szintén Toru Attila fotóst hívtuk meg, 8 órától fog a gömpanorámák világáról beszélni, Jaj, hogy ez is hogyan van. készül, uh -huh. konkrétan fog segíteni, elkészíteni, ja, egy akkor ilyen ezt is lehet próbálni. is lehet próbálni, majd meg lehet nézni, megmutat minden csinyát, binyát a témának, illetve a gyerekeknek mi ehhez kapcsolódóan fogunk foglalkozást a kiállító térben. Kolumbán Hanna fog képműhely tartani, fotókollázsokat fog készíteni, meg izgalmas foglalkozással készül, illetve a kertben a kis potyondi tájház előtt népi gyerekjátékokat lehet majd kipróbálni, úgyhogy mindenképpen ajánljuk a kisebbeknek is, hogy jöjjenek, látogassanak meg, mert ez is izgalmas téma lesz. Illetve a program sorozatot, mert hogy ez sorozat, és tényleg figyeltünk arra, hogy az emberek jussanak el mindenhová, szeretnék megkoronázni egy koncerte, már a Luizazán koncerttel is, és azután 11 órától a múzeum kertjében a Vócsesz női kar fog a nő uh, témájában egy nagyon-nagyon izgalmas uh, Koncertet előadás adni. koncertet Nagy, adni, jaj. mert hogy szeretnénk egyébként, csak visszacsatolok a kiállításainkra, egy kicsit központba helyezni a nőt. Cserejné Zaturecki Emilia alapító egyébként évfordulója van, és a 48-as, 49-es kiállításunkban is fontos szerepet szánt a kurátorunk Tóth Bartos András történész a nők szerepének. Milyen ez ilyen halban. szempontból is izgalmas lesz, Igen. akkor egy kicsit más nézőpontból látni és láthatni dolgokat, mindezt tehát a a éjszakája még egyszer. És akkor itt csatolok vissza oda, hogy ugye három intézményről beszélünk szervezés szempontjából, viszont egy nagyon izgalmas kvíz keretében, ha minden igaz, akkor konkrétan találkozik is a három intézmény, de erről mit érdemes tudni erről a kvízről? Képzeltük el, hogy mindenképp kell egy olyan programpont is, ami mind a három intézménybe elviszi a látogatókat, és akkor ez az Egyiszakás Kaland című kvíz lesz ez, amely úgy fog kinézni, hogy kérdőíveket gyártunk előre, és bármelyik intézményből el lehet ezt venni. Viszont ahhoz, hogy a benevezett csapatok teljesíteni tudják a feladatukat, illetve kitölteni a kvízt, ehhez mind a három a helyszínre el kell látogatni, és hát végül is nem kell arra gondolni, hogy itt ilyen nagy művészet vagy vagy történelmi uh, tudással kell rendelkezni. Egyszerűen megfigyelésre alapuló kérdések lesznek, és hát szerintem ez egy jó móka lesz, akár családok, akár párok, akár a, baráti társaságok részére, és kettő és négy személy közötti csapatoknak a jelentkezését várjuk ma estig, éjfélig. Hol uh, lehet? Azt mondjuk egy gyorsan, hol tudnak jelentkezni azok, akiket érdekel a dolog? Külön egy Facebook eseményt hoztunk létre a kvizzel, tehát egy éjszakás kaland címen megtalálható, és akkor ott minden információ le van írva, egy ilyen Google sheet lehet jelentkezni majd. Szépen ügyesen összeszedve. Hát remélem, és kívánok nektek egy kalap alatt nagyon sok csapatot, nagyon sok lelkes játékost is, meg egyáltalán lelkes résztvevőt, azokat, akik ellátogatnak az intézményekben, és ezt a fantasztikus program kínálatot, amit most elmeséltetek, az kellő módon kiélvezik. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Mi is köszönjük. Rádió Gaga Interjú.